Tisztelt Ház, az MSZP képviselő csoportjának vezérszónoka, Szakács László képviselő úr. Megvárom, még képviselő úr fölteszi a mikrofont nyugodtan. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Hallottunk itt ma nagyon sok mindent, export nagyhatalom vagyunk, az állami megrendeléseket az ellenzék le akarja állítani, ha tudnánk, se akarnánk. Az egy másik kérdés természetesen, hogy ebben a helyzetben, hogy a költségvetés mire költ, ez mindig egy világos értékválasztás, és mi azt mondjuk, hogy az oktatás és az egészségügy az, és a vállalkozások, amik most a legnagyobb olyan kihívással néznek szembe, amit soha senki nem látott még, nem is lehet ezeket felmérni, és a mi álláspontunk az az, természetesen az ottani fejlesztéseket kell előtérbe helyezni, és rajtuk kell segíteni, nem pedig presztízs vagy éppen sportberuházásokra költeni. Mi legfeljebb ennyit mondunk, tisztelt képviselőtársam, ezekben a kérdésekben. Amiben eltér a gondolkodásunk a válságkezelés tekintetében, az az, hogy önök, ahogy jól láthattuk, és hogy erről már beszéltünk, önök a cégeket kívánják eladósítani, ők vegyenek fel hitelt. Hitelt kínálnak, nem pedig költségvetési támogatást kínálnak. Igaz, a költségvetés tekintetében pillanatilag nincsen túl nagy egyetértés a kormány, a jegybank, vagy éppen a bankszövetség között abban, hogy mennyi lesz a költségvetési hiány, mennyire engedhető el a költségvetési hiány, és mekkora lesz a recessziónak a mértéke. Szerintem Magyarország ebben egészen biztosan élen jár, ahol a jegybank elnöke azt mondja, hogy 3%-os növekedés lesz, a pénzügyminiszter meg azt mondja, hogy 3%-os recesszió lesz, és a kettő között 6%-nyi különbség van. Ebben egészen biztosan élen jár a magyar kormány, de hogyha hasonlóképpen jobbikos képviselőtársamhoz megpróbálunk jó szándékkal hozzáállni ez a kérdéshez, ebből legalábbis akkor annyit le kell vonni tanulságként, hogy hát nem feltétlenül tudják önök sem, mint ahogyan a világ nagyobb része sem tudja azt, hogy mivel állunk szembe, meddig tart, milyen mély gazdasági visszaesést fog ez hozni. Lássuk az intézkedéseket, amelyeket önök hoznak. Egyfelől ugye hitelt nyújtanak a cégeknek, mi erre mondjuk, hát ők fizetik majd ki a cehet. A cégek fizetik ki a cehet, nem a költségvetés fizeti ki. Hitelt vetetnek föl a cégekkel, bármilyen kedvező kamattal is, de hitelt vetetnek föl a cégekkel. Ezt kínálják nekik. És ez nálunk nyilvánvalóan egy különbség, hogy miért nem költségvetési támogatást kapnak, miért nem uniós támogatásokért verik az asztalt. Ez tényleg megérne egy ajtócsapkodást Brüsszellel, hogy miért nem kaphatnak a magyar cégek többet, de önök hitelt kínálnak. Hát ki fog most felvenni hitelt, amikor a cége éppen zuhanásban van? Vagy a megrendelőit veszítette el, vagy a beszállítóját veszítette el, vagy mind a kettőt elveszítette. Nem tudja megtartani a munkavállalóit, de önök azt mondják, hogy vegyenek fel hitelt. Miből fogják ők ezt visszafizetni? Én beszéltem nagyon sok cégtulajdonossal, bizonyára önök is beszéltek cégtulajdonosokkal. Én nem láttam a kamara javaslatában sem ezeket, nem láttam az MGOSZ-nak a javaslatában sem ezeket a hitelfelvételre történő ösztönzéseket a cégeknél. Hát mire vennének most föl hitelt? Tehát honnan tudják ők, hogy 3 hónap múlva, 6 hónap múlva, akár jövőre ilyenkor, milyen lesz a gazdasági helyzet, és már a nyakukban van egy hitel, amit nekik el kell kezdeni akár visszafizetni. Persze fölvet ez egy kérdést, és hát igazság szerint önökkel kapcsolatban már sokkal több a tapasztalatunk, mint amennyi illúziónk maradt. Ugye azzal a szándékkal adják ezt a hitelt, hogy azt az adós vissza tudja fizetni. Nem azzal a szándékkal adják ezt a hitelt, hogy később azt nem tudja visszafizetni felszámolási, végrehajtási, egyéb eljárásokon keresztül, kiválasztott cégeket megszerezzenek. Ugye azzal a szándékkal adják, és ez például egy megnyugtató válasz lehetne, hogy az adós azt vissza tudja fizetni. Ezzel a szándékkal adják ki ezeket a hiteleket. Meghallgattuk miniszter urat, gyorsabb, egyszerűbb hitelezés, gyorsabb, egyszerűbb export tevékenység.
Én azt gondolom, hogy a gyorsaság meg az egyszerűség az alapvetően nem feltétlenül az export tevékenységnek a két ismérve, az lehet a főzésnek az ismérve, hogy az gyors meg egyszerű legyen. Az export tevékenységet, export-import tevékenységnek a megtervezése és stratégiaalkotás kellene, hogy megelőzze. Értékelni kellene az elmúlt időszaknak az eredményeit. Azokat természetesen valamilyen szinten korrigálni kell a koronavírus járvány okozta világpiaci helyzettel, erre megfelelő stratégiát alakítani ki. Most mi azt látjuk, hogy valójában ez nem kezdeményezés, ez egy követés. Önök követik, hogyan fogalmazott a miniszter úr, az új játékszabályokat, nem alakítanak ki újakat, azokat a követeléseket, amelyeket önökkel szemben támasztanak a partnerek, egész egyszerűen teljesítik. Ezt látjuk, hogy ezeknek az elvárásoknak megfelelni ebben a pillanatban egyszerűbb, mint stratégiát alkotni, gyorsabb is nyilvánvalóan, mint a mi számunkra megfogalmazni azt, hogy milyen követelményeket, milyen feltételrendszert kívánunk támasztani azokkal szemben, akik velünk együtt akarnak működni, és legfőképpen bízom benne, hogy a gyorsaság az majd nem megy annak a rovására, hogy az adósoknak, a partnereknek, a tőke mellett megfelelését, a vagyoni viszonyait, a jövedelmezőségét, azokat megfelelően meg tudják majd nézni. A megtérülések, a kockázatelemzések azok ugyanúgy meglesznek, mint ahogyan meg kell lenni. Tehát ezek a metodikák, ezek működni fognak a jövőben is, mert ha ezek nem működnek, akkor ez egyszerű kapkodás, káosz. Nyilvánvalóan, hogyha van kapkodás és van káosz, akkor ugye vannak azok, akik ebben a zavarosban tudnak halászni, és igen, ebből láttunk egy párat. Igen, önök azok, akik egészen furcsán értelmezik azt a PPP rendszert, amit önök egyébként elátkoznak, ahol a civil szféra, vagy ha úgy tetszik, akkor az üzleti szféra és az állami szféra partnerségben van. Látom képviselőtársamnak az arckifejezését, mindjárt kibontom önnek. A civil szféra, vagy az üzleti szféra partnersége az állami szférával az önöktől nem idegen. Üzleti szféra, nem állami szféra, itt tessék érteni, tisztelt képviselőtársam, és akkor itt könnyebb. Nem áll ez önöktől egyébként olyan messze. Nem olyan régen volt még az, nem kell elfelejteni, amikor Spéder Zoltán irányító befolyást szerzett a Magyar Postában, az egyik legnagyobb állami vállalatban. 50 millió forintért. Ő jelölte a felügyelőbizottságnak a felét, meg az igazgatótanácsnak a felét, egy részvénycsomagnak a megvásárlásával, és a magyar állam a legjobb, amit el tudott érni a két vezető testületben, egy állami cégben, az egy patthelyzet volt. Aztán utána azt láttuk, hogy az akkori gazdasági miniszternek a javaslatára, aki posta kötvényt vett, vagy aki posta betétet helyezett el, azt után kívül egyébként FHB, tehát Spéder Zoltán nevével fémjelzett banknak a kötvényét, betétjét. Sikerült, hogy megvásárolja. Ez az önök PPP rendszere, ahol megvannak azok a kiválasztottak, akik egyébként együttműködhetnek az állammal, busásan jól járnak ezen, degeszre keresik magukat, hát aztán amikor valami elszámolási vita keletkezik, mint ahogyan ez keletkezett Spéderrel is, akkor nyilván önök elmondják, hogy a kártyasztaltól föl kell állni, a nyereményt persze el lehet vinni. Ilyen volt a letelepedési kötvénytisztelt képviselőtársam, ahol egész egyszerűen magyar állampolgárságot árultak offshore cégek, még akik nem is akárhogyan kerültek kiválasztásra, méghozzá Rogán Antal miniszter úrnak a javaslatára a parlament megbízta Rogán Antal által vezetett gazdasági bizottságot, hogy válassza ki azokat a cégeket, amelyek megfelelőek ahhoz, hogy magyar állampolgárságot közvetítsenek ki. És itt is van egy ilyen, Gubica Ágostonnak hívják. Gubica Ágoston az, aki egyébként kockázati tőkebefektető alapban részt vehet az Exim Bank mellett. Ő a következő ebben a sorban, tehát itt azért látszik, hogy nem feltétlenül alaptalan az, amikor azt mondjuk, hogy hát bizony önökkel már sokkal több a tapasztalatunk, mint amennyi illúziónk maradt. Spéder után, a letelepedési kötvényeket árusító offshore cégek után, most itt Gubica Ágostonnal találkozunk, aki bent maradt ebben a
tőkealapban, amit egyébként egyszer már 16 millióval, aztán később 40 milliárd, 16 milliárddal, most pedig 40 milliárd forinttal feltőkésítenek, és ő jól jár, na meg hát az a pártelit, akivel ő jóban van, akiket ő neki ki kell szolgálni, ahhoz, hogy jól járhasson. Tehát ugye láttunk már ilyet, ezért említettem az elmúlt példákat, és mi azt látjuk, hogy pontosan azért, mert ezt a modellt már láttuk. Láttuk a postánál. Láttuk a letelepedési kötvényeknél. Most látjuk az Exim Banknál is. Mi úgy gondoljuk, hogy a hatékonyságra meg a gyorsaságra való hivatkozás ebben az esetben nem azt jelenti, hogy ez a magyar cégeknek jó lesz, ez jó lesz azoknak a kiválasztottaknak, akikre a kedves vezetőnek az ujja rámutat. Ők lesznek sikeresek. Ez önök ideje alatt így működik. Nem az lesz sikeres, aki sokat tanult, aki sikereken és kudarcokon keresztül megtanulta a szakmájának a csínyát, bínyát, hanem akire a kedves vezető újra rámutat. Őt majd fogja finanszírozni Gubica. A többieket is önök fogják finanszírozni. Kérdés az, hogy azzal a szándékkal fogják-e finanszírozni, hogy azt a pénzt az adós vissza tudja fizetni, vagy nem azzal a szándékkal finanszírozzák, mert annak más a neve. Mi azt látjuk, hogy a pártelit érdekeit kiszolgáló olyan rendszer épül sajnos ezzel, amivel a cégeket adósítják el. És még egyszer mondom, a tapasztalatok okán mi azt látjuk, hogy ez egyelőre zavarosabbnak tűnik inkább, mint áttekinthetőnek. Mi bízunk a magyar kis- és középvállalkozásokban. Bízunk azokban, akik a magyar munkavállalóknak a 60%-át foglalkoztatják, ők azok, akik a magyar gazdaságnak a gerincét adják, ezért őrájuk végtelen módon kell vigyázni. Nem csak a kiválasztottakra, mindőjükre kell vigyázni, és lassan eltelt 2 hónap a válságnak a bevezetése óta, a válsághelyzet bevezetése, bejelentése óta. Április 6-ára várták ezt a csomagot, ma május 5-e van. Ma már erről tárgyalhatunk, 1 hónapos késésben vagyunk, talán behozhatatlan. És kérem önöket, hogy újra gondolják azt át, ne a cégeket adósítsák el, hanem a költségvetési forrásokat használják arra, hogy ezekre a cégekre odafigyeljenek. Köszönöm szépen a figyelmet!